Számos jó sikerült, a falut az onnét elszármazottakat is megmozgató rendezvény után a kisdorogiak ezúttal kitaláltak maguknak egy olyat, ami a gasztronómián keresztül is megmozgatja, hozza össze a helyieket. Ez lett a Nudeltag, a Nudel Fesztivál, amely a házi készítésű tésztaételeket helyezi reflektorfénybe, megspékelve persze a helyi kultúrával. Voltak olyanok, akik otthon készítették el a nudliukat, mások a helyszínen mutatták meg, hogyan is készül a félig meddig titkosnak is nevezhető angyal bödölő. Mi krumplis nudlit csináltunk kézzel, egészen reggel 7 órától délután 1 óráig csináltuk csak a nudlit, és utána, ami volt a kamrába, azt beleraktuk szépen a tárcsába, és összesütögéltük. Ebből tiszta étel, tiszta íz, idényi jellegű minden, és szerintem nagyon finom lesz. Egy nagyon finom ételről van szó valóban, ami ráadásul olcsón előállítható. Elvégre lisztcsó, cukor, tojás és egy kis szalonna minden háztartásban adott. Pénztárca kimélő, igen, mert nem drága az alapanyag, amit tehát megtermeltek, meg most mai napig is meg lehet még termelni otthon. Új fellépők voltak az idén a hajósról érkező fúvósok és táncosok. A hajósi ének és tánccsoportot is meghívtuk. Igyekszünk átnyúlni a megyénken túl is, ilyen jó kapcsolatokkal, és bízván abban, hogy majd a mi kultúránkat oda is tudjuk majd egyszer venni. A legnagyobb sikere vitathatatlanul a kisdorogi óvoda nemzetiségi tánccsoportjának volt. A már említett hajósiak mellett szinte állandó fellépőnek számított az egyházas kozári német nemzetiségi énekkar, a Teveli Eppel János német nemzetiségi kórus, no és a kisdorogi német hagyományőrző egyesület. A legvégén mindhárom formáció újra színpadra lépett egy közös produkcióval. Ezt követően jöhetett a várva várt kóstoló a kisdorogi Nudeli Fesztiválon. Az angyal bödölő és hasonló tésztafélékből készített ételek mellett ott sorjáztak azok a sütemények és tésztafélék, amelyek akár egy cukrászati kiállításon is megállták volna minden bizonnyal a helyüket. Az egyedi készítésű újdonságok most is felkeltették az egyébként rutinos háziasszonyok érdeklődését. Receptcserék történtek a vacsora alatt, a hölgyek között receptcserék történtek, hogy ezt hogy csináltatok, azt hogy csináltatok, ugye nagyon érdekes kerek beszélgetések szoktak kijönni a nap végén. A cirka 600 lelket számláló kisdorogiaknak a Nudel Fesztivál már a negyedik nagy rendezvénye, ami a falu nehéz körülmények közötti élni akarását, megmaradását vetíti előre. Ebben bízik a Magyarok Háza intézményvezetője, a szülőföldhöz mindmáig 1000 szállal kötődő Csibi Krisztina is. Nincsen buslakodásra okunk egyáltalán, nagyon sok fiatal van, sőt, ami a legnehezebb megmozgatni, az az aktív korosztály van itt, most a 40-50-60 éves korosztály itt van ma, és ők nagyon jó példát mutatnak a fiatalabbaknak. Úgyhogy szerintem mindig lesz utánpótlás, és én hiszek abban, hogy lesz még 1000 lélekszáma is kisdorognak megint, mint hosszú időn keresztül volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy csak bátran kell előre tekinteni, és legyen az Magyarországon bárhol, vagy a Kárpát-medence bárhol, bármelyik táján, szerintem most már a kisfalvaknak is van létjogosultsága, és rá fognak jönni az emberek, hogy sokkal jobb kisközösségben élni, amikor ismerem a szomszédomat, tudom, hogy mire számíthatok tőle, és hogy közösen, együtt, kalákában működve lesz jobb is. Az ötlet gazda az a feleségem volt 5 évvel ezelőtt, mert a környéken van Tevelen Galuska Fesztivál, akkor van Kajszi Fesztivál, akkor van Kugló Fesztivál Várolján, tehát a környékben, és akkor jött neki az ötlete, hogy miért nem lehetne egy ilyen, próbáljunk meg egy ilyen csinálni, ahol a hagyományos tésztaféléket próbáljuk bemutatni így az érdeklődőknek, és ebből kerekedett ki ez a dolog, és úgy nézzük, hogy nagy sikere van, és szeretnénk ezt folytatni, hogyha ha támogatóink is segítenek ebben. Ebből is lehet. Igen, ott a kisnál.
Köszönöm.